És most témát váltunk. Az önök életébe is megjelent már az a bizonyos zöld szemű szörnyetek, tudják, ami valóban olyan, mint a mesebeli sárkány. Ha valahol felbukkan, nagyon nehéz elpusztítani, pedig módszerekben nem vagyunk hiány. Ilyenkor talán odáig is eljuthatunk, hogy magánnyomozót fogadunk. Vendégünk Jung József magánnyomozó, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok. Ugye Shakespeare nevezte zöld szemű szörnyeteknek a féltékenységet, és tőle tudjuk, hogy bele is lehet halni ebbe. Hát milyen állapotban keresik fel önt a lendőpulcsoktól? Általában a bizonytalanságban keresnek fel az ügyfelek, azt lehet mondani. Előtte elkezdenek magánnyomozást, ő maguk, tehát ellenőrzéseket? Igen, szokott jelenni. Sok ügyfelem úgy keres fel, hogy már ő maga is végzett valamiféle kisebb nyomozást. Ez igazából a lehető legrosszabb lehetőség, mert ilyenkor akik felkeresnek, mindig azzal kezdik, hogy lebuktak. És ugye egy kapcsolatban, egy partner kapcsolatban legfontosabb az a bizalom. És ugye ezzel ők azt mutatták ki a partnerük számára, hogy ők bizalmatlanok. És lehet, hogy igazából az ő bizalmatlanságú, tehát a megbízónak a bizalmatlansága a partnere felé, az megalapozatlan. És innentől kezdve, hogyha ő lebukik a bizalmatlanságával, akkor ez gondokat vethet fel. Játsszuk már el, engem nagyon érdekel, szerintem ez nézőknek és főleg a hölgyekre nagyon kíváncsiak lehetnek arra, hogy történik ez. Tehát bemegyek én, és azt mondom, Jung úr, engem megcsaltak, megaláztak, megbántottak, megtaláltam a szőke hajszálat a zakon, segítsen. Ilyen is van, igazából legtöbbször először telefonon keresnek fel az ügyfelek, és nagyon sok információt megosztanak velem, és akkor itt beszélünk meg egy személyes találkozót. És magán a személyes találkozón egy közvetlen beszélgetésen kerül sor, igazából a részleteknek a részletekben menő beszélgetésbe, hogy igazából elegendő információt kapjak a nyomozás megkezdéséhez, vagy eldönthessem, hogy jogszabályilag, törvényileg kivitelezhető a nyomozás. Mikor nem kivitelezhető? Hát olyan esetekben most volt egy-két olyan telefonhívásom is, amikor kimondottan tudták, hogy egy magánterületen, valamilyen edzőteremben az illető, hát a partnerének az edzőtermében mondjuk egy magánterületen zajlik valamiféle kapcsolat, valamiféle hölgyel, és azon kívül egyáltalán nem érintkeznek. És ugye, akkor ezt nem tudja? Nem, hiszen magánterületen, magántulajdonban én nem készítettek felvételt, videófelvételt, lehallgatást, stb. Tehát ha mondjuk van egy férfi, igen, aki házasságban él, és fenntart egy kapcsolatot egy hölgyel, akinek van egy saját lakása, és a férfi eljár a hölgyhöz, akkor az utcán kell elkapni azt a pillanat. Az tehát akkor nagyon nehezen tudja bizonyítani, nem? Nehéz, igen. Mindenügy nehéz, de mindenügy más, és igazából sok esetben az utcán is érintkeznek. Közterületen, értelemben, stb. Igen, most így lehet, hogy tippet adok olyas valakinek, aki nem hű a társadalom. Igen, hogy nem bukhat le, ennyi csúnya dolog, azt tegyük hozzá. Volt már olyan, vagy gyakori az, amikor csak elképzelik, hogy megcsalnák őket? Nagyon gyakori. Az igazság, hogyha hölgyek keresnek fel, akkor általában a 90%-uk, mivel a női megjegyzésre alapozhatnak főként, az beválik. Az urak esetében 50-60% az, hogy valóban van valaki a hölgynek. Általában ugye mindig azért keresnek föl, mert valamilyen bizonytalanságot éreznek, és ez a kapcsolatukra kihatással lehet. Tehát valamiféle változás történik a partnerüknek az életében, és ezért keresnek föl, mert ezt a változást ők nem értik, nem beszélik meg a partnerek egymással, hogyha munkahelyi probléma van, hogyha egyéb körökből adódó valamilyen problémájuk van. És így igazából nehéz. Tudja, hogy ezt a mondatot akár egy pszichológus is mondhatta volna, sőt, igen, néhány héttel ezelőtt beszélgettünk mi erről a megcsalásról, és egy pszichológus volt a vendégünk, és hasonlót mondott, hogy ugye ott kezdődik a baj, hogy nem beszéljük meg a dolgokat. Igen, ez a legfontosabb. Mi a jellemzőbb, a nők vagy a férfiak keresik meg? 50-50%. Komolyan, a férfiak is szeret? Én azt gondoltam, hogy a nők kíváncsiabbak vagy. Hát lehet, hogy véletlenszerű ez a felosztás. És ez miért jó nekik? Tehát gondolom, sokat beszélget a pulcsaktal. Miért jó nekik megtudni? Tehát, hogy ha nem tudom, nem fáj. Az is igaz, hogy a bizonytalanságnál rosszabb nincs. De hogy mit kezdenek vele? Igazából a legfontosabb az, hogy van, hogy több héttel a bizonytalanság, vagy éppen a partner kapcsolatukban beálló változás után keresnek fel, több héttel, több hónappal, sőt volt olyan, hogy több évvel. És ez igazából az, hogy személyiségükre is kihatással van. És ez elég tragikus kimenetelő is lehet, az az igazság. És igazából nem is azt szeretnék tudni, hogy most, ha van valaki, akkor ki, stb., hanem hogy a partnerük az mi az, amit nem mond el a magánéletével kapcsolatban. És mit kezdenek ezzel? Ezt nem osztják meg önnel? Tehát amikor ön elmondja, hogy igen, asszonyom,
megcsalják, igen uram, valóban van szeretője a feleségének, mit csinál, hogy reagál? Hát, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy tudom. Hát igazából abban sem lehetek biztos, hogy miért keresnek föl. Uh-huh. Lehet, hogy valaki a bíróságon szeretné felhasználni. Fölhasználhatja? Én úgy tudom, hogy nem. Igen, fotót, videót felhasználhat arról, hogyha igazából, hát a bíró elfogadja. Uh-huh. Arról, bíró hogy ő igazából félrelépett. Uh-huh. És így ez a partner kapcsolatban, illetve a házasságban ez igazából a bíró szemében ez elég sokat számít. És ezen kívül mit kezd vele, aki megtudta, hogy hozzá a házastársa? Nem igazán tudom. Nem tudja, aha, nem, tehát ők csak tudom. A tényekre kíváncsiak. Igen. Mennyire drága dolog ez? Hát azt lehet mondani, hogy nem egy olcsó szolgáltatás a miénk. Maga a magánnyomozás. De igazából minden körökből keresnek fel minket. Tehát az egyszerűbb, szegényebb réteg is? Igen. És a igen, általában egy-két napos nyomozást azt mindenki ki tud fizetni. Uh-huh. És igazából a személyes beszélgetésen dől, hogy valaki mennyire gondolja komolyan. Azt is lehet mondani, valaki igazából csak azért keres föl, mert valakivel el akar beszélgetni erről, hogy az ő partner kapcsolatában mi történik igazából. Valaki... beszélgetni akar önnel? Igen. Igen, volt már három órás beszélgetés. De biztos, hogy azért valószínű, hogy más lelki állapotban keresi. Meséljen már erről egy történetet. Egy történetet, hát ami tudom. Elmesélhető név nélkül, beazonosítás nélkül. Fú. Nehéz hát dolog? Akkor a legérdekesebb eset? Nagyon sok történetem van. Akkor a legérdekesebbet, ami azt mondta, hogy mindenki. Hát ezt már én se hiszem el. Nem szeretnék. Az igazság, hogy ezek mind olyan esetek, amelyekről, hogy is mondjam, nem hiszem, hogy erkölcsök csak helyes volna nekünk uh-huh. kibeszélni. Én nem szeretnék. Akik fölkeresnek, ügyfelek általában szoktam nekik példát mondani, de így nagy közönséget nem szeretnék igazából, mert ezzel lehet, hogy megsértem az ügyfeleimet. Aki magára ismer, az rögtön úgy érzi, persze, hogy kiadta. És ez nem jó. Ez szerintem erkölcsileg nem helyes. Tehát azt mondja, hogy két nap alatt ki igen, egy-két deríteni. Nap alatt minden ügy felderíthető, de a szerencsén is múlik. Nagyon fontos a szerencse. Hobuknak le általában a ügyfelek? Hát általában megbízó mindig tudja, hogy mikor van egy kis szabad ideje uh-huh. a partnerének, vagy éppen valamilyen apró jelekből tudhatja, hogy mikor érdemes megfigyelni a szemét, és így, hogy mikor, nem is tudom. És akkor két nap alatt le lehet nyomozni ezt a dolgot, olyan rövid ideig. Tehát akkor gondolom már mindent előkészített. Általában, hogyha egy hetes megfigyelésünk van, akkor van, hogy általában férfiaknál jellemző az egy hetes megfigyelés. Többes számot használt? El. Többen dolgoznak? Igen, vannak kollégáim is. Hányan vannak egy ügyen? Egy ügyön? Hát maximum ketten. Maximum volt, hogy hárman is dolgoztunk rajta. Azt sem mondja el, hogy mi volt az az ügy, amin hárman kellett dolgozni. Hát. Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, ne tökéletesen értem, hogy a titoktartás az egyik legfontosabb dolog egy magánnyomozónak, csak... A technikai részéről inkább beszélnék, mint a módszertani részéről. De tudja, hogy a módszertani része az izgalmas. Szóval hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon kevés munkcsaptot, ne haragudjon, jó? Többen igen. beszéljük meg otthon a vacsoránál igen, a problémáinkat. Köszönöm ez szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.